Gödöllői Városi Könyvtár kamaszhídja nem csak szimbolikusan köti össze a gyermekkönyvtárat és a felnőtt részleget, hanem ez a fizikai térben is így valósul meg az épületen belül, az első emeleten található a kamaszhíd. A Gödöllői Könyvtárról azt kell tudni, hogy a város szívében helyezkedik el, és szerencsénkre nagyon sok iskola is van a közelben, ez konkrétan négy darab iskola, ezen kívül van egy Waldorf és egy zeneiskola is. Jó kapcsolatot ápolunk így a pedagógusokkal, és sok könyvtári óra, illetve egyéb rendezvény valósul meg a közreműködésükkel. A kamaszhíd 2018-ban alakult meg, ez a kis terület, ez 40 négyzetméteres, és régen egy ilyen számítógépes részleg volt, olyan 20 éves a könyvtárunk épülete, és ezt a számítógépes részleg így kihasználatlanság miatt, vagy kevésbé használták már, ezért ez egy másik részre került, és 2017 végén kezdtük el kialakítani a kamaszok számára ezt a teret, akkor még egy ilyen babzsákos kis pihenőhely volt, és 18 áprilisában hirdettünk egy pályázatot a fiataloknak, hogy ők hogyan képzelnék el az ifjúsági részleget, milyen bútorokat, milyen színeket szeretnének, milyen programokon szeretnének ott részt venni. A kamaszhíd megalapításához NKH-s pályázaton vettünk részt, illetve önkormányzati támogatás segítségével tudott ez megvalósulni. 2018 volt az ifjúság éve Gödöllőn, ezért az egész városban a kulturális intézmények nagy hangsúlyt fektettek a fiatalok megszólítására. Az alsó képen pedig most a jelenlegi állapot látható, nyáron volt egy felújítás, és már 18-ban nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy minél otthonosabb legyen, színes és süppedő szőnyeggel, és a fiatalok igényeinek megfelelően. Szeretnék beszélni egy kicsit a könyvsúgó, könyvválasztó oldalról. Ez az oldal úgy jött létre, hogy 2015-ben az Olvasók Diadala nevű olvasásfejlesztési játékunk során készítettek a fiatalok könyvajánlókat. Ezekből jött létre ez az adatbázis 2016-ban, ami folyamatosan frissül, felkerült bele a nagykönyves beavatáson készült könyvajánlók is, illetve a mi 2019-es Olvasók Diadala játékunkon készült kis ajánlók. Érdekessége, hogy ezen az oldalon a fiatalok ajánlanak könyvet a fiataloknak, illetve 13 regény címből lehet választani, 13 regény cím jelöli ezeket a kategóriákat, ilyen például az életjátéka, vagy a családom és egyéb állatfajták, és ezen belül a jobb oldalon lehet választani különböző érzelmek közül, így jön létre az oldal közepén ez az ajánló. És a fizikai térben is ez alapján hoztuk létre a könyvsúgó polcot. Ez a 13 kategórián kívül most már kiegészült zöld témában, képregényekkel, idegen nyelvi regényekkel és kortárs versekkel. Itt a szabadpolcos állományban picit több mint 2000 kötet található, ezen kívül pedig 3 folyóirat is. A kategóriákat pedig a jobb alul látható kis kör alakú jelzet jelöli. A kamaszhíd szolgáltatásai a könyves polcon kívül egy közösségi hely, kis tanulósarkokkal és egy kis kiállítótérrel a híd végében. Ezen kívül pedig olyan szuper lehetőségekkel, mint például a VR szemüveg, a digitális rajztábla, a csocsó. Az udvaron van egy pingpongasztal is, amit nagyon szeretnek a diákok használni délutánonként. A könyvtárunkban kiemelt figyelmet fordítunk a kis közösségeinkre, és az évek során rengeteg ilyen kisebb csoport alakult ki. Vannak, amiket önkéntesek működtetnek, de sokat a könyvtárosok,
És ezekre a klubtagokra mindig lehet számítani így a rendezvények során, vagy akár bármilyen önkéntes munka során. A legrégebbi kamasz klubjaink láthatóak felül, ezek a papírolvasók, olvasókör, illetve a pusztítók, diákírókör. A sakszakkörünk is minden korosztályt megszólít, és ők minden héten találkoznak a könyvtárban. 2017-ben indult az anime klub, ami nekem nagy szívügyem, a japán kultúrával kapcsolatos klub, illetve szintén 17-ben az angol társadalmi klub. 19-ben egy évadot ért meg a média klubunk, szintén külsős önkéntes vezetésével, és az idei évben készülnek ilyen új klubjaink, mint ez a 3D tervező klub, a Green Team klub, Sorozat Junkies klub és az Alkotó Olvasók. A klubtagságok mindig ingyenesek, és feltételük az érvényes olvasójegy. A Kamaszhíd rendezvényei közül kettő típust szeretnék kiemelni. Az egyik az a táborok. Ez 2017-ben indult középiskolásoknak, és kezdetben az írókör tagjai vettek rajta részt, majd 2018-tól a tábor kiegészült az egyéb kis klubtagjainkkal. Ilyen volt akkor az olvasókör, a médiaklub, animeklub, angolklub. Ezek a 14-18 éves fiatalok ingyen vehetnek részt 3 napos táborunkban. Ez egy önellátó és napközis jellegű tábor, most legutóbb 28 fő lett rajta részt, illetve érdekesség, hogy ez kezdetben csak a klubtagoknak volt, egy ilyen ajándék, egy zárt körű program, és 2020 óta pedig nyilvánosan meghirdetjük a gödöllői fiataloknak. Idei újítás, ez a kiskamasz napok. Ők most 9-en vettek részt, azok a gyerekek, akik az alsósoknak készülő táborunkból már kiöregedtek, már felsősök lettek, és nekik hirdettünk meg egy ilyen, nekik is szintén 3 napos tematikus délutánt. A kamasz táborunkban ott idén a gótikus irodalom volt a téma. Itt látható még néhány fotó az elmúlt évek nyári táborairól, ez a felsősöknek szóló tábor. Mindig vannak kreatív írás feladatok, író-olvasó találkozók, például Rácz Stefán Tibor vagy Besenyei Gábor, Karafiát Orsolya voltak a vendégeink, és mindig a tábor csúcspontja, azaz éjszaka a könyvtárban egy olyan rendezvény, amikor éjfélig szervezünk különböző programokat, csapatépítő játékokat, és az éjszaka végén pedig a könyvtár polcai között hálózsákban alszunk. A másik rendezvénytípus, amit szeretnék kiemelni, ezek a szabaduló szobák. 2020-ban hoztuk létre szintén a kamasz táborunk résztvevőinek először egy hibrid szabaduló szobát, itt az volt a cél, hogy a fiatalok körbejárják a könyvtárat, illetve megismerkedjenek a könyvtár szolgáltatásaival. Könyvtárhasználati feladatok is voltak a játékban, de mindezt igyekeztünk nagyon szórakoztató és érdekes formában megjeleníteni. A könyvtár 4 helyszínét járták körbe, a felnőtt olvasótermet, a gyermekkönyvtárat, a zenei részleget, és a felnőtt tájékoztatást. És a 4 helyszínen felül volt egy online felület, a Genialin, és ezt egy QR kód segítségével az egyik helyszínen megtalálták, és ott kellett megoldaniuk még feladatokat. Erről a témáról, aki szeretne részletesebben olvasni, az a könyvkönyvtár könyvtáros 30. évfolyam 7-es 8-as számában talál róla egy cikket, ahol nagyon részletesen kifejtem, hogy milyen feladatok voltak és hogy teljesítettek a diákok. A másik szabaduló szobás
újításunk, ez idén őszhöz kapcsolódik, amikor a Kamaszhídon alakítottunk ki egy szabadulószobát. Itt fizikailag is be vannak zárva a játékosok, és meg kell találniuk a kulcsot a kiszabaduláshoz. Ez a szabadulószobás és játékok is mindig ingyenesek, és itt is csak olvasójegyhez kötjük a játékban való részvételt. A következő, amiről szeretnék beszélni, ezek a könyvtári órák a kamasz korosztálynak. Jelenleg 12 féle könyvtári órát tartunk, és ezen felül bármilyen egyéni kérésre is ki tudunk dolgozni foglalkozásokat. Jelenleg 3-an tartunk felsősöknek és középiskolásoknak könyvtári órát. A diára felkerültek azok a könyvtári óráink, amik az Én Könyvtáram mintaprogramban is kidolgozásra kerültek. Jobb fölül látható a foglalkozás ajánlónkból egy oldal. Az alján a rózsaszín és a kék körökkel jelöljük azt, hogy milyen korosztály számára készül a foglalkozás, illetve az idei újdonság, a kompetenciákra alapozva gyűjtöttük ki az órákat, és ezek a weboldalon is egy kereshető felületen mind életkorra, mind kompetenciára leszűrve tudnak a pedagógusok könyvtári foglalkozást választani. És jobb alul látható egy kupon. Ezt arra találtuk ki, hogy amikor valaki részt vesz könyvtári órán, de még nem tagja a könyvtárunknak, kupont kap, amit 3 napon belül tud beváltani, és ha 16 év feletti, akkor ingyen iratkozhat be, 16 év alatt pedig egy kis ajándékot kap a beiratkozásához. Az iskolai közösségi szolgálatról annyit szeretnék kiemelni. A diára felsoroltam azokat, amik a legnépszerűbbek. Ez a könyvedházhoz program, a már említett könyvsúgó, könyvválasztó oldal adatbázisának a bővítése, apró nyomtatványok digitalizálása, illetve a rendezvényeken való részvétel, itt akár kézműves foglalkozás, vagy társasjáték délután, játékmester szerepének betöltése. Lehet ezen kívül még választani a Gödöllői helytörténeti oldalnak a szócikkeinek a megírását, számítógépes tanfolyamot lehet tartani az időseknek, lehet felolvasó délutánokat vállalni akár idősek otthonában, akár a gyermekkönyvtárban. És miután a diákok részt vettek egy ilyen részt vettek ebben a programban, utána egy elégedettségi kérdőívet töltetünk ki velük, ez 19 júniusa óta van így, és jelenleg 25 visszajelzésünk van. Az online kommunikációval kapcsolatban felsoroltam azokat a csatornákat, amiken jelen vagyunk, a legújabb ezek közül a Discord szerver, illetve amit a legsikeresebbnek tartok, az az Instagram oldal. Jobb oldalra pedig egy posztot hoztam, ez egy TikTok videónk, a könyvtár karácsonyi angyalainak kurs felvétele, és ennek az az érdekessége, hogy az X-faktor zsűrije, vagy hát ilyen előválogatói is felfedezték a könyvtár angyalait a TikTokon. Persze nem mentünk el az élő műsorba, de ez nagyon aranyos volt, hogy megtaláltak minket. És akkor itt végezettől pedig kiemeltem azokat a kollégáimat, akikkel mi együtt készítjük a kamaszhidas programokat, és annyira jó, hogy ha valakinek van egy ötlete, akkor így a többiek is mindig hozzáteszik azt a kis szuperképességüket, amivel együtt egy sokkal jobb közös projektet tudunk megvalósítani. Köszönöm.